a fiúnak és a Szentléleknek áldása szálljon erre a keresztre. Felföldi László pécsi megyéspüspök mondott áldást az Eucharisztikus Kongresszus emlékére emelt keresztnél. Elmondta, a kongresszus utóéletének hatására hite szerint változás indul az egyházmegyében, az országban és a világban is, mely pozitív irányba változtatja meg az emberek egymáshoz való viszonyát. Erre a gondolatra fűzte fel beszédét Szilágyi Péter miniszteri biztos is, aki arról is szólt, a most átadott kereszthez hasonló szakrális jelek segítik az emberek egymásra találását. Azt a magyarságot, amelyik szétszóródva él a nagyvilágban, 10 millió az anyaországban, 12,5 millióan a Kárpát-medencében, de 15 millió a nagyvilágban, ezek a jelek mind össze tudják fogni. Ha most csak az Eucharisztikus Kongresszusra gondolok, akkor azt látom, hogy ez az rendezvény is össze tudta fogni a világban élő magyarságot, de sok más olyan egyéb rendezvény is volt az elmúlt években. Programok voltak, hogyha halmaztok így, kormányzati programok, amelyeknek az volt a célja, hogy összefogja a Kárpát-medence és a diaszporában élő magyarságot, vagy ha még szélesebb körön akarok fogalmazni, akkor az egész kormányzatunknak az alapja az 2010 óta, hogy a nemzetpolitika méltó helyre, megfelelő helyre kerüljön, és nemzetben és ne országhatárokban gondolkodjunk. A miklósvári parkerdőben nem a most felállított kereszt az egyetlen szakrális hely. A keresztő szomszédságában lévő fakápolnát is rendszeresen látogatják mindazok, akik megnyugvást keresnek mindennapi gondjaikból.